Egyre fontosabbá vált napjainkban a természetvédelem. Erre próbálja felhívni a figyelmet a Bükki Nemzeti Park és a Bródy Sándor Könyvtár január végén indult programsorozata. A természetmegőrzési műhely első előadása az invazív fajok terjedéséről, valamint annak visszaszorítási lehetőségeiről szólt, ami napjaink egyre aggasztó problémájává vált. Hák Flóra az emlős állatokról tartott prezentációt. Vannak rá példák, vannak modellek és bizonyos esettanulmányok, hogy milyen negatív hatásokat okoztak ezek a fajok az élővilágban, de itt még az országos szinten az adatgyűjtésnél járunk egyelőre. Tehát ismerjük a fajt, ismerjük az ökológiai tulajdonságait, biológiai tulajdonságait, azt, hogy milyen problémákat okozhat ugye a természetben, de még sokat kell róluk nyilván tanulnunk. A fórum célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a korunkat érintő természeti problémák megbeszélésére és a közös gondolkodásra. Egy tudatos szemléletváltoztatást próbálunk kieszközölni az olvasóinknál, a használóinknál, és ennek a szemléletváltoztatásnak egy része az, hogy ilyen jellegű programokat hozunk be a könyvtárba, és nagyon örülünk minden ilyen jellegű megkeresésnek, hogy az irodalmon túl, a könyveken, az olvasmányokon túl ezek is szerepet kapjanak a mindennapjainkban. Az ismeretterjesztő előadásokat havonta egyszer tartják meg a Bródy Sándor könyvtárban.